Gyújtópont. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok, elkezdjük a Gyújtópontot. Ma első vendégünk Szalai Szabolcs, a Jövő TV főmunkatársa. Szerbusz Szabolcs, köszöntünk itt a műsorban. Szia Tamás, én is köszöntöm a hallgatókat. És hát nem titok, hogy mi egy térségből származunk, meg nagyjából egy időben is születtünk, plusz-minusz egy-két év, és úgy viszonylag egy ideig egy perspektívából figyeltük a politikai eseményeket. Aztán ez egy kicsit megváltozott, mindenkit másfelé sodort az élet, de te jelenleg ugye a Jövő TV-nek vagy a főmunkatársa, ami azért elég jól értesült belpolitikai ügyekben. Talán elsősorban az LMP, az ex-Jobbik, Jobbik, meg ennek a közegnek a házatájáról, úgyhogy azért is gondoltam, hogy beszélgessünk, mert hogy az ellenzéki előválasztásoknak a témája az egyre inkább most, hogy a Covid kezd kimenni a köztudatból, így napirendre kerül. Úgyhogy talán az lenne az első kérdésem, hogy te hogy látod, milyen formációban fog az ellenzék felállni 2022-ben, mert jelenleg nagyon katyvaszosnak tűnik a kép. Hát nem fogom megkönnyíteni sem a te, sem a hallgatók dolgát ebben a kérdésben, mert hát nyilván szivárognak ki bizonyos információk a különböző ellenzéki tárgyalásokról, az tényleg elmondható, hogy a Covid-helyzet megakasztotta egy kicsit ezt, és az ellenzéki pártoknak a fókusza is máshová került nyilván. De azt gondolom, hogy továbbra is ezek lezáratlan kérdések. Nyilvánvalóan tehát a tavalyi Európa Parlamenti választásokon megváltozott erőviszonyok azért elég komolyan befolyásolják ezeket a különböző tárgyalásokat. Igen, csak az európai parlamenti választásokon megváltozott, az önkormányzati választásokon, meg akár azt is mondhatnánk, hogy visszarendeződött, vagy megerősödött, mert csak mondjuk a Jobbikra gondolva, ahol jobbikos politikusok is értek el egészen szép sikereket, akik mondjuk azóta nem biztos, hogy jobbikos politikusok. Akartam is erre utalni, hogy valóban igaz, hogy voltak jobbikos politikusok, akik sikereket tudtak elérni, és akár településvezetői pozíciót is megszereztek maguknak tavaly októberben. Ezeknek a jó része már nem tagja ennek a politikai közösségnek. Én inkább arra gondolok, hogy alapvetően ugye az rendeződött, tehát hogy az látszik, hogy két nagyon erős szereplő van most. A legutóbb a Mediánnak a kutatásában is az látszott, hogy a Demokratikus Koalíció és a Momentum az, aki főleg meg fogja határozni a ellenzéki oldalon belül ezeket a különböző stratégiákat, a többi szereplő azért eléggé marginalizálódott. Ugye most a legújabb Medián kutatásban az MSZP például a bejutási küszöb alatt van, tehát történelmének legrosszabb eredményét érte. Az LMP meg lassan már mérhetetlen. Igen, tehát az LMP a Párbeszéddel egy szinten ilyen körülbelül 1-2% környékén mozog, és hát nyilván a Jobbik is hát lassan már a bejutási küszöb környékére került. Hát meg ugye most jelenleg nem lehet tudni, hogy ki a Jobbik, nem? Tehát, hogyha összeraknánk a Jobbikból távozó képviselőket, és ők egy új pártot alapítanának, akkor lehet, hogy az például egy erősebb formáció lenne, mint a jelenlegi Jakab Péter vezette Jobbik. Hát nyilván azért érdekes ez a dolog, mert sok politikai elemzővel, meg újságíróval beszélgetve erről a Jobbik környéki történésekre azért ezt sokan úgy értelmezik, hogy Jakab Péter pártelnöksége és az, ami most a Jobbikon belül történik, az tulajdonképpen valamennyire a Jobbiknak úgymond a balra tolódásáról szól. Tehát arról, hogy mi értelme van balra tolni a Jobbikot? Én azt őszintén nem értem. Hát ott van a DK, ami azért a nagyon baloldali érzelmű szavazókat lefedi. Ott van az MSZP, aki meg ezeket a fiatalabb, vagy progresszívabb, és nyilván próbálom keresni én is a megfelelő szavakat, őket is lefedi. Ott van a Párbeszéd, nyilván mérhetetlen, de mégis. Tehát, hogy minek egy negyedik, ötödik baloldali párt ma Magyarországon? Szerintem nem kell, és egyébként ezt a kérdést nem is a pártok különböző egyeztetései fogják megoldani, hanem ahogy a közelmény kutatásokból is látszik, gyakorlatilag, hogy is mondjam, ezt a párt térképet, ezt a választópolgárok fogják egyszerűsíteni azzal, hogy az látszik, hogy itt bizonyos politikai szereplők és pártoknak a jelentősége eltűnik. Amit én most így fontosabbnak látok az elmúlt egy-két év tapasztalataiból, hogy sokkal inkább meghatározóak a személyek sem, mint a politikai pártok, és ez az, ami, hogy is mondjam, szóval a Jobbik azért elveszített nagyjából minden olyan karizmatikus politikusát. Nyilván itt van Jakab Péter, aki most a pártnak a jelenlegi vezetője,
aki nyilván nagyon népszerű az ellenzéki szavazók egy bizonyos körében, de nem tudom, tehát az, hogy bizonyos demokratikus koalíció szimpatizánsok lájkolják a Facebookon Jaka Péter bejegyzéseit, ők valószínűleg mind ettől nem lesznek Jobbik szavazók, és ez látszik a közvélemény kutatásokból. Hát de nem is lehet különbséget tenni ma, mert hogy mondjuk Jaka Péter simán lehetne a DK politikusa is. Nyilván, ha Jaka Péter ülne ebben a stúdióban, akkor ő valószínűleg mondaná, hogy ez nem így van, de az biztosan látszódik, hogy az én véleményem szerint egy nagyon káros folyamat, hogy az ellenzéki pártok egyébként részben egy téves prekoncepció alapján, mert azt gondolják, hogy az ellenzéki szavazók nem szeretnék, hogyha az ellenzéki pártok az ellenzéken belül is folytatnának bizonyos értékvitákat, mert azt egy ilyen civakodásként élnék meg, és részben ebből a prekoncepcióból fakadóan ők nem generálnak ilyen vitákat, de azért ahhoz, hogy bizonyos pártok, pont amire te is utalsz, hogy láthatóak maradjanak, és hogy meg lehessen érteni, hogy mi a különbség a Jobbik, az LMP, a Momentum, a Demokratikus Koalíció és az MSZP között mondjuk, abban azért, hogy is mondjam, ezeket az értékvitákat akkor is le kellene folytatni az ellenzéken belül. Egyrészről azért, hogy valami fajta tehát egy ilyen vita folyamatnak az lenne a lényeg, hogy a végén valamilyen közös víziót. Egyébként érdekli a választókat az értékvita, vagy csak az érdekli őket, hogy az ellenzék közös üzenete az ugye a három betűből álló O1G üzenet, és a Fidesz részéről meg az, hogy se Soros György, se migráns. Nyilván az ellenzéki választók egy részén nem érdeklik ezek az értékviták. Hát ők úgy vannak vele, hogy bárki, csak ne a Fidesz. Ez így van, csak hogy is mondjam, egyrésztről azért akkor is ki kell alakítani valamilyen mondást arra vonatkozólag, hogyha bár a közvélemény kutatások szerint jelenleg az ellenzéket nem annyira fenyegeti az, hogy mondjuk 2022-ben kormányt váltsanak. És de ehhez Koros Lajos és a mentőtiszt sokat hozzátett még. Ez így van, és akár kitérhetünk ezekre a dolgokra is, hogy ezek mennyire okoznak gellert, mondjuk az egyébként az egészségügyel kapcsolatos jogos kritikáknak is az ilyen ügyek, de az biztos, hogy is mondjam, szóval ezek a fajta viták, hogyha nem lesznek lefolytatva, akkor abból nem élelődik ki azon túl egy túl nagy álláspont, mint amire te itt utaltál, amit most nyilván nem mondunk ki a rádióban, de hogy nagyjából erről az O1G dologról van szó, és nyilván vannak olyan választók, akik viszont párt nélkülek, ez látszott a medián kutatásban is, hogy egyszerűen számukra a Fidesz sem túl szimpatikus, de mondjuk az ellenzéken belül sem találtak maguknak pártot, őket egyébként pont az ilyen értékvitákkal lehetne megszólítani. Unger Péter mondta azt, hogy a választók, hogyha választani kell a hülye meg a korrupt között, akkor a korruptat fogják választani a hülyével szemben. Az ellenzék ugye most rendszeresen megkapja ezt a hülye jelzőt, de van olyan téma, amivel ki lehetne törni ebből a hülye karanténból? Hát hogy is mondjam, szóval az biztos, hogy ami az MSZP-nek ez a álmentős videója, vagy hát most nyilván folyik erről egy vita, de az biztos, hogy nagy zavar van ennek a kérdésnek a kapcsán. Ezek nem segítik sem a kormányzó képességet, úgymond, sem azt, hogy kompetensnek tűnjön az ellenzék, hiszen hogyha arról van szó, hogy a szocialista pártot is Koros Lajos személyesen jégre vitték ebben az ügyben, akkor az azért nagyon kellemetlen, ha viszont, hogy is mondjam, benne voltak ebben, vagy ők tudatosították magukban azt, hogy ez a sztori mennyire áll komoly lábakon, akkor hát még ennél súlyosabb politikai következménye is van, és azt gondolom, hogy ez az egész ellenzék számára egy nagyon kártékony dolog, mert például Szél Bernadettnek, vagy Bencsik Jánosnak, vagy akárkinek egyébként az egészségügyel kapcsolatos jogos kritikáitól veszi el a teret, és hát nem szerencsés az erre. És innentől hitelteleníti is az egész egészségügyel ez kapcsolatos van, kritikát, hiszen innentől a Fidesz részben joggal mondhatja azt, hogy de hát annak idején is videót tetszettek hamisítani. Hát ez el is hangzott a parlamentben, úgyhogy az biztos, hogy hosszú évek munkát, mert az látszott, hogy azért... Pedig az egészségügyen lehetett egyébként. Na igen, ezt akartam mondani, hogy az egészségügy az pontosan egy olyan téma volt, amivel szerintem egyébként az ellenzék igenis nagyon sok jogos, jobb és bal egyenes be tudott vinni a kormánynak. Egyébként van még sok ilyen, én azért beszélgetek vezető ellenzéki tisztségviselőkkel, akik, hát hogy is mondjam,
azért a kormánynak a különböző ilyen gazdasági és társadalompolitikai, ugye most itt a Covid miatt kialakult válsághelyzetre adott reakciói úgy értelmezik, hogyha ebből nem sikerül a kormánynak jól kijönni, most ugye nyilván ezekből a közleménykutatásokból az játszik, hogy egyelőre jól áll a kormány. De még a gazdasági hatások nem értik. Igen, tehát ez inkább közép és hosszú távon fog jelentkezni, és nyilván most a ciklusfelezőnél tartunk, hogyha ebből lesz valami fajta komoly problémája a kormánynak, akkor ott nyílik egy nagyobb tér az ellenzék számára, de pontosan ezek miatt a kormányzó képtelenségnek, az állandó belső vitáknak, az ilyen megosztottságnak, pont ezeknek a tényezőknek az összeadása az, ami alapján nem biztos, hogy a kormány intézkedéseibe csalódott választók mondjuk áthúznak az ellenzékre. Szombathelyen viszont bejelentették, hogy terveznek előválasztást, meg is neveztek három szereplőjét a történetnek. Talán azért érdemes erről beszélgetni, mert Szombathely az ellenzéki összefogásban egy minta volt az önkormányzati választások idején is, ugye ott sikerült is az ellenzéknek mandátumot, meg polgármestert, meg közgyűlési többséget szerezniük, de hogy ott nagyon érdekes a szereplőknek az összetétele. Ugye ott van Unger Péter, aki azért nem egy szombathelyi politikus, hanem ő egy klasszikusan budapesti ember, szerintem stílusra is mindenre, de cáfold meg, ha nem így van. Aztán ott van Bana Tibor, aki a Jobbiknak volt az egyébként nem is szombathelyi országgyűlési képviselője, de ugye a Jobbikból már kilépett, és ott van Ceglédi Csaba, aki pedig ugye inkább a büntetőügyei miatt volt ismert az elmúlt időszakban az országos politikában, aki DK-s. Tehát van egy DK-s, egy ex-jobbikos, és nem tudom, Unger Péter most az LMP-vel éppen hogy áll, de hogy az LMP-ből inkább kifelé tartó jelölt, akik majd az ellenzéki előválasztáson elvileg megmérettik magukat. Szóval, hogy ha ez a kínálat, akkor ez nekem elsőre úgy tűnt, hogy inkább a túlélésről szól, a politikai túlélésről, meg arról, hogy alkuval bebiztosítsák magukat egy-egy befutó listás helyen, mint arról, hogy ők tényleg az ellenzék esélyes jelöltjévé váljanak. Szerintem az előválasztás az egy kifejezetten progresszív intézményrendszer az ellenzéken belül. Tehát én Karácsony Gergely esetében bevált? Igen, tehát hogy sőt, ugye Ferencvárosban is volt ilyen előválasztás az ottani Momentumos jelölt és Baranyi Krisztina között. Tehát gyakorlatilag volt tartotta az ellenzék előválasztást, és kihoztak valaki győztesnek. Ő aztán úgymond rendes választáson is győzni tudott. Szóval, hogy is mondjam, ebben az intézményrendszerben lehet bizakodni. Én azt látom, hogy ez pontosan nem arról szól, hogy itt ilyen füstösszobákban tárgyaljanak, és a túlélésről szól, hanem arról szól, hogy az ellenzék valahogy transzparens módon nem a pártpolitikai viszonyok és erőpozíciók alapján találja meg a legalkalmasabb jelöltet, hanem tényleg az ellenzéki szavazók mondják meg azt, hogy ki az, akinek mondjuk a legkisebb az elutasítottsága, aki a legjobban képes mozgósítani igen, az embereket. Igen, csak hogyha adnak pisztácia, málna, meg csoki fagyit, és én azok közül igazából egyiket se szeretem, de nyilván mondjuk valamelyikre behúzom, mert az még mindig jobb, mintha nem is kapnék fagyit, de közben egyébként három citromfagyi is ott van mellette, akkor meg felmerül a kérdés, hogy tényleg ez most a kínálat, tehát egy budapesti, egy Szentgotthárdi, meg egy éppen büntető eljárás alatt álló politikus. Hát nekem nyilván nem tisztem minősíteni sem a kormánypárt jelöltjét, ugye ezt sem tudjuk majd, hogy ki lesz a kormánypártok jelölt, hiszen, hogy is mondjam, azért hírlik azt, hogy Hende Csavával nem voltak teljesen megelégedve itt az önkormányzati választások kapcsán, ami történt Szombathelyen, de nyilván az ellenzék... De egy ellenzéki ember nyilván Hende Csabára vagy a Fidesz jelöltjére amúgy sem így van, szavazna. De azért azt gondolom, hogy az ellenzéki előválasztás is főleg azoknak szól, akiknek mindegy, hogy ki az, csak ne Hende Csaba vagy ne a fideszes jelölt legyen, viszont ezek közül azt találják meg, aki a legjobban képes megszólítani az embereket, ugye, aminek ez kapcsán felhoztad, az az Indexen megjelent egy cikk, egy Závetsz kutatás kapcsán, ebből az látszódott, hogy is mondjam, tehát Ceglédi Csabának volt a legnagyobb az ismertsége, de mondjuk ő egy az általad is említett ügyek miatt azért, hogy is mondjam, egy megosztó figura, még Unger Péter volt az, akinek bár alacsony volt az ismertsége, de a közleménykutatás alapján neki volt a leg
nagyobb esélye lehet győzni Hende Csabát, és még ott van Bana Tibor is ebben a körben. Tehát, hogy ez mindenképp egy, hogy is mondjam, egy szerencsésebb helyzet még mindig, hogy így válasszák ki a jelöltet, és aztán ez persze nem garantálja azt, hogy győzni fognak, de az előválasztás még mindig egy jobb forgatókönyv, mint hogyha a pártok viszonyai alapján dőlne el, hiszen akkor kijelentető, hogy a Demokratikus Koalíció által támogatott Ceglidi Csaba valószínűleg megkapná ezt a választókörzetet, márpedig azért kételkedem abban, hogy Ceglidi Csabáért mondjuk a Jobbiknak, vagy az LMP-nek, vagy a Momentumnak a szavazói sorba fognak állni. Hát olyannyira, hogy Fekete Győr András volt a vendégünk múlt héten itt a Hit Rádióban, és ő pont arról beszélt, hogy a Momentum megakadályozta, hogy a 11. kerületben az adócsaló bűnöző Ceglidi Csaba szerződésekhez jusson. Az más kérdés, hogy van egyébként neki szerződése, de hogyha mondjuk a Momentum elnöke így nyilatkozik, és akkor ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogyha mondjuk egy előválasztáson valaki olyan nyer, akit egyébként valamelyik párt nem is támogat, akkor ott tiszteletbe tartják-e az előválasztóknak a döntését, vagy azt mondják, hogy hát már pedig vele nem vállalunk közösséget, mert az ráig a pártunkra, és akkor újra ugyanott fog tartani a történet, mint 2014-ben, meg 2018-ban, hogy mindenki indul, majd mindenki ellen. Én a legvalószínűbbnek azt a forgatókönyvet tartom, hogy ott akkor ők maximum nem fogják odaadni a logójukat, vagy hogy is mondjam, az ismert, országosan ismert politikusaik mondjuk nem mennek oda azért a jelöltél személyesen kampányolni, de azt nem gondolom, hogy indítanak rá jelöltet. Akkor szerinted most jobb lesz a helyzet ellenzéki szempontból, mint az elmúlt 8 évben, hiszen ugye olyankor mindig összeveszés lett a vége. Hát tulajdonképpen az önkormányzati választás az valahol egy tapasztalat volt az ellenzéki pártok számára, hogy ez az ellenzéki együttműködés ilyen helyi szinten azért hozott nekik részsikereket. Azért az nem mondható el, hogy az egész országban tarolt volna az ellenzék, de azt ki lehet jelenteni, hogy mondjuk 2014-hez képest azért, vagy a 18-as áprilisi választáshoz képest azért jóval több pozíciót tudtak szerezni maguknak, és nyilván most is a 106 egyéni körzetben, hogyha koordináltam, vagy együtt indul az ellenzék, nyilván több forgatókönyv van, hogy egy közös lista, több közös lista lesz, tehát azért erről még folyik a vita bőven, de az biztos, hogyha mindenhol egy ellenzéki jelölt lesz a kormánypárti jelölttel szemben, akkor biztosan jobb pozíciókat tudnak szerezni, mint 2018-ban, amikor tulajdonképpen nagyon sok olyan választókörzetet sikerült elveszíteni, hogy néhány száz szavazat volt a különbség. Te jobban rálátsz ezekre az ellenzéki mozgásokra. Vona Gábor írta nemrég a Facebook oldalán azt, hogy szerinte az, hogy így akkor hány lista, meg hogyan lesznek a jelöltek, ezek nem feltétlenül használnak az ellenzéknek. Hogy látod, mekkorák a törésvonalak ellenzéken belül? Tehát megvalósulhat az, hogy itt tényleg egy nagyon fegyelmezett, koordinált jelöltállítás és listaállítás lesz, vagy vannak olyan kibékíthetetlen ellentétek markáns ellenzéki pártok között, amelyek ezt megakadályozzák? Hát, hogy is mondjam, szóval az önkormányzati választásokon ez sikerült a legtöbb helyen. Tehát mindig helyben oldották meg, tehát azért nem az országos pártközpontokban dőlt azért. De volt, ahol segítenie kellett az országos pártközpontoknak ebben. Most is azt gondolom, hogy azért, hogy is mondjam, az előválasztás lehet sok helyen a megoldás, máshol meg egyszerűen az, hogy ennyi fajta ellenzéki párt van, az azért főleg vidéken, hogy is mondjam, okoz némi humán erőforrás problémát. Tehát tulajdonképpen azért sok helyen az van, hogy ott azért lesz valaki az ellenzék jelöltje, mert a többiek egy előválasztásban nem tudnának benevezni olyan embert, aki... Nem lenne, aki összeszedni egyet. Hát vagy aki komolyan vehető jelölt. Tehát azért vannak olyan helyek, ahol szerintem tulajdonképpen vitathatatlan lesz, hogy mondjuk ki a legjobb jelölt. Most nem tudom, Budakeszin például valószínűleg azért Cél Bernadett, aki egy nagyon ismert és népszerű ellenzéki politikus, vele szemben nem fognak a többiek állítani jelöltet, már csak úgy sem, hogy Cél Bernadett jelenleg ugye független országgyűlési képviselő és egyetlen párthoz sem köthető, de vannak még ilyen vita fölött álló jelöltek, ugye Dunaújvárosban is most már több ciklus óta. Igen, csak mivel, ha valahol elindul Unger Péter, aztán mondjuk a Jobbik, jelenlegi Jobbik meg annyira mérges lesz rá, mert ugye azért most ilyenekről is lehet hallani, hogy van feszültség, hogy azt mondják, hogy na azért is, hogy kiszúrjunk vele, indítunk ellene valakit.
Hát, hogy is mondjam, ez biztos, hogy ennek nagyon súlyos politikai következményei lesznek akkor, és azt gondolom, hogy nem csak helyben. Tehát, hogy az egy országos alkú helyzetet igen. is... És hogy is mondjam, azért az látszik, hogy a Jobbik egyre rosszabb tárgyaló pozícióban van. Tehát tulajdonképpen azért ez az ellenzéki együttműködés részükről már részben a, hogy is mondjam, szükséges is sem. Tehát tulajdonképpen a közélemény kutatásokból egy olyan tendencia látszódik, hogyha ez a folyamat tovább zajlik a Jobbikon belül, akkor itt az lesz a vége, hogy nekik, hát hogy is mondjam, tehát nem lesz 106 jelöltjük. Meglátjuk a folytatást. Szalai Szabolcs, köszönjük szépen!